Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizu legújabb adását látják. Ezúttal az online térből jelentkezik a műsorunk, aminek több oka is van. Az egyik oka az az, hogy a technikai feltételeink most jelenleg ilyenek, így adottak. Néhányan az otthonunkból jelentkezünk, néhányan pedig, illetve van, aki közülünk a munkahelyéről. Covid-ból felgyógyult vendégeim vannak a mai műsorban, és hát lehet, hogy így egyszerűbb is, hogyha az online térben jelentkezünk. Azt szeretném, hogy ismerjék meg vendégeimet, beszélgető társaimat, ismerjék meg a történetüket, és azt, hogy a műsor végén talán le tudjuk fixálni, hogy miért fontos az elővigyázatosság, az oltás, és miért fontos odafigyelni magunkra és másokra. Itt van velünk a műsorban Keller János színművészünk. Szeretettel köszöntelek. Sziasztok! Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát veled már azért többször sikerült beszélgetnünk így a Nálatok Mizu adásban is, és már ugye azt elmondtuk korábban, hogy beteg voltál, de még az előző hullámban kicsit majd részletesebben is belemegyünk, de örülünk, hogy itt vagy. Én is örülök, és köszönöm. Itt van velünk Kaufer Tamás, sportoló, futóversenyek szervezője. Nagyon-nagyon-nagyon sokat szurkoltunk érted az elmúlt hetekben, és nagyon örülünk, hogy most itt vagy, és be tudsz számolni a te történetedről. Üdvözlök én is mindenkit szeretettel, és köszönöm a lehetőséget, a meghívást. Itt van velünk Molnár Tamás is, Molnár Tamás önkormányzati képviselő, akiről szerintem kevesebben tudták, vagy nem tudom, hogy tudták-e, majd elmeséli Tamás, hogy ő is szerintem egyébként egy időben estetek át nagyjából hárman ezen a betegségen. Szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy meggyógyultál. Köszönöm szépen, köszöntöm a tévénézőket. És itt van velünk Zsidai Ádám kollégám, ő operatőr kollégám, aki inkább a kamera másik felén van jelen általában, és hát nagyon ritka az, hogy mondjuk így is lehet őt látni, és majd szerintem el fogod mesélni, hogy miért vállaltad el ezt a mai műsort. Köszöntelek, és örülök, hogy meggyógyultál, érted, és nagyon szurkoltunk. Köszöntöm én is a nézőket, és a résztvevőket egyaránt. No, hát beszéljünk akkor egy picit arról, mindegyőtök esetében, hogy, hogyan csöppentetek bele ebbe a betegségbe. Kinek mikor volt? Szerintem kezdjük akkor Jánossal, mert te neked volt talán, hát nem tudom, majd én nem akarom eldönteni, hogy a leggyengébb tünetekkel jött-e, vagy hogy mi mentél el, de neked volt a legkorábban a 4-5-ök közül, ugye a második hullámban, holott azt gondolom, hogy te is aztán mindenféle óvintézkedést megtettél, amit csak lehetett. Beszéljünk egy picit erről, hogy miket éreztél az elején, hogy jött az egész. Ez így van, hát tulajdonképpen az első hullámban még mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon keveset érzékeltünk ebből az egészből, és a második hullám kezdetekor, amikor próbáltunk a Vörös Marti Színházba, és először felütötte a fejét ez a vírus szeptember elején, akkor éreztük meg szerintem igazán a súlyát mi. És aztán akkor ugye le kellett állni a próbákkal, akkor több hétig szünet volt, és aztán elkezdtünk újra próbálni, és aztán októberben ismét több kollégám elkapta kisebb-nagyobb tünetekkel, akkor már éreztük, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és minden nap telefonáltunk egymásnak, hogy hogyan vannak a kollégáink, milyen állapotban, hogy jaj, csak ne kerüljenek kórházba. De igazából szerintem az ember akkor tapasztalja ezt igazán, hogyha sajnos elkapja. Én novemberben kaptam el először a fiam, egy gyors teszttel derült ki, hogy pozitív, és akkor azonnal az egész családunk elment PCR-tesztre, és aztán kiderült, hogy az enyém is pozitív lett. A fiamnak nagyon enyhe volt, hála Istennek. Az enyém az hát mihez képest viszonyítjuk azt, hogy súlyos volt, vagy nem volt súlyos. Természetesen, hogyha ahhoz képest mérem, hogy szerencsére nem kerültem kórházba, akkor nyilván nem volt annyira súlyos. De az előző betegségeimhez képest mindenképpen azt mondanám, hogy az volt. Másfél hétig az íz és szaglás az teljesen elment. Tehát tulajdonképpen enni azt nem is nagyon tudtam, mert annyira nem kívántam, és hiába is próbáltam enni bármit, annyira nem éreztem semmit, hogy tulajdonképpen egyszerűen volt egy olyan érzésem, hogy minek eszek. Tehát aztán ugye muszáj volt valamit magamba bevinni.
A másik az iszonyú fáradtság érzet, tehát hogy olyan volt a testem, mint egy ólom. Tehát, hogy menni alig tudtam. Olyan, főleg a lábaimban voltak nagy fájdalmak. A hátam és a mellkasom az nem volt annyira nagyon vészes, lázas nem voltam szerencsére. És tulajdonképpen, ami a legnehezebb volt ezeken túl, az a lelki és pszichés teher, hogy vajon mi lesz ebből. Ugye akkor már azért tudtuk, hogy ezzel kórházba lehet kerülni, lélegeztetőgép, és stb. Stb. És nyilván az ember nem saját maga miatt félt a legjobban, hanem nyilván a családtagjai miatt, hogy tényleg minden percben figyeltük egymást, hogy ki hogy van, mert aztán a feleségem is elkapta, tehát így egymás után hárman. Nagyon vigyáztunk, nagyon óvatosak voltunk, izoláltunk mindenkit, de mégse sikerült. És szerencsére megúsztuk, tehát a családon belül nem volt annyira súlyos. De érdekes majd, gondolom, biztos majd azt is megkérdezett, hogy milyen a mostani helyzet, majd arról is szívesen beszélek, mert nem egyszerű utána se. Tehát a mai napig vannak még mindig utóhatásai ennek a dolognak. Jó, erre majd akkor később visszatérünk. Akkor most beszéljünk mondjuk Molnár Tamással, most két Tamásunk is van, mert hogy te, ha jól tudom, te is szerencsésen megúsztad, ha mondhatjuk így, a kórházat, a többi két másik résztvevőhöz képest. Nálad mostanában zajlott le, igaz, az elmúlt pár hétben, ha jól tudom? Hát pontosan március elején, 8-án volt az, amikor először én is egy szaglásvesztéssel találkoztam, és én fel sem fogtam egyébként, de nagyon szeretem a sajtot, és mondtam is a feleségemnek, hogy ez a sajt lejárt szalatosság valószínűleg, vagy valami baja van, bár a sajtoknál nem jellemző, hogyha lejár a szalatosság, akkor nem érzik a illatát, sőt. És akkor még fel sem fogtam, és egy-két napon belül egyébként meg is jöttek a többi tünetek, és két hétig tartott nekem. Abban a szerencsés helyzetben lehettem, hogy egyébként kórházban nem kerültem, ugye folyamatosan voltam orvosi, háziorvosi konzultációm, de ez a két hét az nagyon-nagyon-nagyon kemény volt otthon is, főleg úgy, hogy a feleségem is elkapta, és ugye van egy másfél éves kisnálunk, akinekről való gondolkodás az nem maradhatott el, és egyébként a pszichés háttér is igen nagyon nehéz, főleg úgy, hogy mindig azon gondolkoztunk, hogy matekoztunk, hogyha esetleg netán kórházba kerülök én vagy ő, akkor ezt hogyan fogjuk megoldani a kislány miatt. És egyébként erre volt valami forgatókönyvetek? Voltak elméletben, persze, de hát nem tudtuk elképzelni. Tehát valamilyen úton módon az volt, hogy mindenképpen meg kell oldanunk azt, hogy legalább az egyikünk, hogyha rosszabbra fordul a helyzet, sokkal rosszabbra, akkor otthon kell, hogy maradjon. Tehát egyszerűen más megoldásunk nem volt, főleg úgyhogy a szüleim is elkapták ránk egy hétre, úgyhogy mi nem is találkoztunk, teljesen függetlenül, édesanyám kórházba is került, szerencsére már kiengedték. Tehát egyszerűen nem is volt olyan lehetőség, hogy hova tudtuk volna a kicsit tenni, nem is szerettük volna, mert egyszerűen megoldhatatlan lett volna. És hát próbáltunk így túl lenni az egészen. Kemény két hét volt egyébként, nem csak fizikálisan, hanem pszichésen is, de abból a szerencsés helyzetből, hogy mégis azt mondom így utána már, hogy nem kellett kórházba kerülnünk. És egyébként mit éreztetek? Hát igazából ami a legszignifikánsabb volt, az talán ez a levertség, ez a feleségem határozta meg, olyan, mintha más használna az ember testét, tehát hogyha még más is lenne vele, tehát egy szörnyen levertek voltunk, és láz hőemelkedés kísérte végig, illetve teljesen érdekes, hogy neki egy mellkas fájdalom volt, ami erősebb volt, nekem pedig egy légcső gyulladásom volt, ami egy kisebb problémát jelent a tüdőgyulladáshoz képest, de ez egy folyamatos ilyen ingerlő köhögést, nem tüdőből, hanem légcsőből jövő ingerlő köhögést eredményez, aminek egyébként még a mai napig van visszamaradása, tehát én mai napig egyszer-kétszer naponta rám tör egy ilyen száraz köhögés, hát azt mondták, hogy ez gyakorlatilag még egy másfél hónapig meg is maradhat. A feleségemnél is vannak ilyen kisebb szövődmények, maradványok. Ő is most tüdőgyógyászhoz, röntgenre ment, és neki is tüdővédő vitamint, meg egyéb vitaminokat, vagy gyógyszereket kell szednie. Tehát leginkább, meghatározó volt az, hogy egyszerűen szinte használhatatlanak voltunk. Egyszerűen nem volt erőnk, és nagyon-nagyon rosszul éreztük magunkat. Mondom, egyetlen egy dolog volt, ami lehet, hogy aztán pozitívum az, hogy a kislányunk
ugye másfél éves korára fogva erről nem nagyon vesz tudomást, tehát ugyanúgy kell játszani, menni, csinálni, karunkat ugyanúgy húzza, ő nem tudja, hogy mi történik, és hát éppen ezért nekünk azért aktívnak kellett maradni. Mindig azt vártuk a feleségem, hogy mikor jön az alvásidő, mert akkor mi is tudtuk aludni. És egyébként ez az íz meg szag érzés, ez visszatért már azóta? Hát én egy 80%-osnak mondanám, tehát én nagyon szeretek enni, ugye ez látszik az arcomon is, de 80%-ban jött vissza, és egyébként ez nagyon nehéz feldolgozni egy olyan embernek, aki nagyon szeret enni és szereti a gasztronómiát, tehát nekem ez egy kétségbejtő érzés volt, hogyha ez nem jön vissza, akkor ezzel hogyan fogok együtt élni, és van olyan ismerősöm, akinek már fél éve nem jött vissza az ízlése és a szaglása. Szerencsére 80%-ban azt mondhatom, hogy visszajött, én remélem, hogy ez a 20% is meg fog érkezni. Engem egyébként eddig szerencsére lekopogom elkerült, bár majd szeretnék azért erről nektek mesélni, hogy, és majd szeretném, ha egy kicsit kitérnénk, ha a történeteteket meghallgattuk, hogy mennyire lehet összekeverni egyébként a tüneteket, mert hogy nálam is volt hasonló szituáció, és engem is jöttek mentők tesztelni, de hogy így a testvérem egyébként pont amikor János volt benne a betegségben, akkor ő is átesett rajta, és érdekes, hogy ez már ilyen november eleje, közepe, vége volt, és a mai napig nem 100%-os egyébként még mindig a szaglása. Az ízérzés az visszajött, de a szaglása az nem teljesen még mindig. Illetve, hogy bocsánat, közben szólok, hogy megváltozott nagyon sok mindennek az illata és az íze, legalábbis nálam. Tehát vannak olyan dolgok, amiket régebben szerettem, és most nem bírok ránézni sem, tehát nem tudom megenni, vagy meginni, illetve hogy a szagok, nekem a szagok nagyon sok esetben megváltoztak sajnos, és nem tudom, ez így marad, vagy iszre. De mást érzel benne, vagy mást. Nem jött teljesen vissza, mondjuk. Nem, mást érzek. Szerintem nekem visszajött, én egyszerűen mást érzek, mint régen, és így családom belül mindig szoktam mutatni a családtagjának mondjuk egy dezodor illatot, hogy ők milyennek éreznek, vagy egy ételnek, hogy azt érzik, amit én próbálom körülírni, és hát kiderül, hogy ők teljesen mást éreznek, mint én. Most egyébként, hogy hallgattam, ahogy Tamás azt mondtad, hogy március 8-a, azért a másik Tamás és az Ádám is szerintem úgy nagyjából egy időben keveredett bele, mert hogy én emlékszem, hogy március 4-én mondták azt, hogy 8-ától nem lesz iskola, én aznap voltam még dolgozni, az Ádámmal együtt dolgoztunk még aznap, még ott ültünk egymás mellett, és ha jól emlékszem, Ádám, akkor te is azon a hétvégén beteget. Igen. Pontosan, én 10-én kerültem a kórházba. Igen, és elég hamar kerültél a kórházba, míg Tamás is körülbelül, ha jól emlékszem, másik Kaufer Tamás, és ugyanebben az időben. Körülbelül, így van. Egy picikét többet időztél otthon. Mesélj erről, hogy nálad hogy jöttek, Tamás, a tünetek. Az első tünetem az volt, amire émlik, hogy a munkából hazajövet, ez egy hétfői nap volt, úgy picit fáztam. Tehát olyan, a közérzetem nem volt jó, és akkor másnap reggel már betelefonáltam, mert éreztem, hogy gyenge vagyok, lázam van, sejtettük, hogy ez Covid, és akkor elindult az otthoni két hetem. Ami először egy picit nehéz volt az első napokban, amit a srácok elmondtak itt, hogy hasonlókat éreztem, ilyen levertség, tehát hogy mindig aludni, feküdni. Kicsi vagy nagyobb láz, hőemelkedés, és olyan teljesen olyan nem jó érzés. És akkor a harmadik nap volt az, hogy egy picit javultam, és úgy gondoltam, hogy akkor már hozott az egyik kedves ismerősöm egy kis finom levest, megettem jó ízűen, és úgy gondoltam, hogy na akkor ennyi volt, és csütörtök péntekre érzékeltem azt, hogy nem. Folytatódik tovább ez a folyamatos hőemelkedés, folyamatos émeigés, ami nagyon zavart, nagyon erős hányinger, hányás nélkül, és ez gyakorlatilag így maga alá egy ilyen, tehát én nem is voltam igazán tisztában, hogy ez a két hét, ez két hét volt. És akkor egyébként, hogy erről van szó?
Tessék? Bocsánat, hogy közbeszóltam, hogy tudtad, hogy covidos? Tudtam, mert a harmadik vagy a negyedik nap kijött egy kislány, kértük, hogy jeleztük ugye a házi orvos felé, és a harmadik, negyedik nap kijött egy kislány, és mondta, hogy covid, kész, ennyi. Otthon voltunk, azért felvettük a kapcsolatot a házi orvossal, meg azért a gyerekeim nagyon sokat segítettek, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezen most túl leszünk. És ami a legnagyobb hiba, és lehet mondani talán tanulság az, hogy a hétnek, a második hétnek a talán az első, vagy már második felében nekem a légzésem gyakorlatilag teljesen megváltozott, és ezt rutintalanul nem kezeltük le, nem tudtuk, hogy ez mi. Az, hogy mutassam a kedves nézőknek, ez kb. Úgy zajlik, hogy egy ilyen. És ez el tud odáig menni, hogy az ember egy szinte pánik, egy szédülésig, akár egy ájulásig, hogy nagyon érdekes érzés ez, aztán majd, ha lesz idő, vagy szívesen beszélek, hogy mi van az intenzíven, tehát az, hogy nem kapsz levegőt, és ez generálja egymást. Nem kapsz levegőt, ezáltal még jobban vennél levegőt, és ezáltal egy ilyen pánik elindul, nem mondanám, hogy olyan, mintha víz alatt lennél, de talán valami hasonló, hogy jön egy pánik, hogy neked oxigénre van szükséged, de mivel nem veszel rendesen oxigént, mert már vagy nem tudsz a pánik miatt, vagy már, mint én, a tüdőd olyan állapotban van, eljutsz egy ilyen... És ez volt a baj, hogy ezt nem reagáltuk le. Ez körülbelül 2-3 napig volt, és akkor szombaton jutottunk el a család odáig, a gyerekeimmel, hogy na most van vége. És akkor kihívtuk a mentőket, a mentő megérkezett, de még akkor se voltunk szerintem igazán tisztában az én súlyosságommal. Mert azért ott az ember csak összekapja magát. Ha jön a mentő, hát szépen leballagtam a mentőhöz, a mentős akkor már futott utánam, hogy ő érezte szerintem, akkor így alám nyúlt, és akkor így lementünk. És akkor jön az, amiről talán nagyon fontos lesz beszélni, így mutatom, hogy a kedves nézők is lássák, ez egy gyufás doboznál nem sokkal nagyobb. Az a hivatalos neve, hogy pulz oximéter. Ez arra hivatott tulajdonképpen már a betegség első szakaszában, amikor még tulajdonképpen nem is érzel semmit, hogy felcsipteted ide az ujjadra, mint egy kis krokodil, olyan szája van, így, ahogy látjátok. Egyébként ez bárhol most már, szó szerint bárhol meg lehet vásárolni, és erről nem igazán beszélnek valamiért, de ezt úgy képzeljétek el, hogy a kórházban ez olyan, mint a lázmérő, vagy a vérnyomásmérő. Tehát ezzel kezdik, ezzel fejezik. Ennek körülbelül egy egészséges embernek 96, 97, 98-as oxigén szintet kell mutatni. Amikor ez szép lassan elkezd visszaesni, de még te nem érzel otthon tüneteket, de már covidos vagy, és akkor elkezd visszaesni. És 92-nél azért már figyelni kell, 90-nél már komolyabb a dolog, és akkor egészen ez visszaeshet, hogy érezzétek, hogy ez mennyire súlyos volt nálam, hogy amikor leballagtam a mentőhöz, halálos nyugalommal, azért picit szédölögve, beültem, a srác azonnal rátette ezt a pulzoximétert, és 66-ot mutatott. És én láttam a srácon, hogy ő gyakorlatilag állítok 70-nél már eszméletvesztés lehet. Na most ebben valószínű, hát most okoskodik az ember, ebben benne volt az, hogy én azért hozzá, sportolóként hozzá voltam szokva az oxigénhiányos állapothoz, én ezt tudtam kezelni. Tehát nem éreztem azt még ott se, hogy adott azonnal egy maszkot, akkor picit jobban, ezt így tudod, így föl le az ember, és akkor vitt be a sürgősségére. Azt hiszem, nagyon-nagyon fontos lenni, és ez nagyon nehéz érzelem nélkül elmondani, hogy onnantól kezdve, hogy a mentős kijött, és bekerültem a sürgősségre, ugye, ahol fogadnak, és ott gyakorlatilag nem tudom máshogy fogalmazni, amikor meglátod azt a 60 kötője 80 embert, abból 50 maszkban van, hogy háború van. Tehát ott esett le nekem, hogy mi van. De az a professzionális, azt kell mondani, van erre egy nagyon kemény protokoll, ahogy engem ott fogadtak, és abban a pillanatban az orvos, aki téged ellát, abban a pillanatban súlyozza a betegeknek az állapotát. Hát úgy döntött, hogy én nekem valami nem stimmel, ebben a pulzoximéter, ő is azonnal ezt mérte, és gyakorlatilag nem is volt kérdés, azonnal kitoltak, egy ilyen kis kocsiba tettek, és ott már szinte mindenkinek, egy ilyen hatalmas palackot vannak, ott már szinte mindenkinek ott van a száján a maszk, és akkor mondják, hogy ezt próbálja használni.
És onnantól kezdve, nem tudom, mondjam tovább, adja nagyon gyorsan. Hát, ha beleszólhatok egy fél gondolat erejéig, akkor jött a hír, a Facebookot elárasztotta a hír, hát téged itt a sportoló társadalomban nagyon sokan kedvelnek, szeretnek, ismernek, és hát tényleg azt lehetett olvasni ilyen döbbenet szinten, hogy kórházba kerültél, és hogy ott ugye volt egy olyan pillanat, hogy az orvos tím azon gondolkodott, hogy lélegeztetőgépre tegyenek. Na ott igen, tényleg mindenki megijedt. Hát nagyon gyorsan elmondom csak ezt az elejét, mert ez úgy gondolom fontos. A protokollhoz hozzá tartozik, ilyenkor azonnal tüdő-CT-re visznek, mert az a tuti. Elvittek egy tüdő-CT-re, és ott derült ki a frankó, hogy gyakorlatilag a döbbenet, hogy a tüdőm több mint 75%-a már nem működik. És akkor ott azonnal, tehát ott percek teltek el. Ugye ott volt még egy orvos, még egy orvos, aki ezt megnézte, úgymond, egy helyi ügyeletes orvosnak kibögtem, és akkor ő azonnal mondta, hogy azonnal intenzív. És akkor felvisznek egy intenzívre, azért ott nem tudtam meghazudtolni magam, mert amikor toltak be, ugye hát minden szem felét fordul. Ott egy olyan kicsi, tehát szobányi kórtermet képzelj el, ketten vagyunk, betoltak oda, és én ott még próbáltam jókofáskodni a lányoknak, hogy ott már mindenki ebbe a szkafanderbe, meg ebbe az utópisztikus, tehát maszk, pajzs és a kapuc, gyakorlatilag semmit nem látsz belőlük. És ott próbáltam jókofáskodni, a lányok minden rendben van. És akkor szerintem ez volt az első döbbenet, hogy zéró reakció. Tehát láttam az arcukat, hogy néznek. És ennyit. Se nem viccelődsz. És akkor valahogy akkor esett le nekem, hogy ez most nem játék. És akkor tovább a sokkolások, hogy betoltak egy olyan srác mellé, aki gépen volt. És ketten voltunk egy korteremben, és azonnal rádakasztanak mindent, ami egyszerűen, nem akarok túlozni, de ilyen fizikai fájdalmakat. Azért nekünk sportolóknak a fájdalomtűrőképességünk ki van tolva. Tehát mi azért ott egy hosszú futás végén, ott azért mindent meg kell mozgatnunk azért, hogy. De ott azokat a fizikai, lelki, pszichés, pánik, azt nem lehet elmondani, és ezt nagyon el szeretném mondani azoknak, akik egy picit így oltás szkeptikusak, hogy szerintem, ha csak meglátnák, hogy mi van a Covid-on, benéznének az ablakon. Tehát én akkor mindent odaadtam volna azért, hogy oltsanak be, azért az egy percért gyakorlatilag egy olyan állapotba kerülsz, egy olyan maszkot tesznek rád, ahol nyomás alatt föltolják az oxigént az agyadig, egy olyan jéghideg oxigént, hogy egyszerűen azt hiszesz, hogy szétrobban a fejed, ez a maszk annyira szoros, hogy bepánikoltam, és mint utóbb kiderült nekem, az orvosok nagyon sok munkát fektettek abba, és nagyon-nagyon meg szeretném köszönni nekik, mert ha ők nincsenek, akkor most nem tudnánk beszélgetni. Igen, és akkor rátesznek egy maszkot, és onnantól kezdve elindul egy minden kezeden műszer, mindenhol folyik beléd artérián, táplálnak, infúzió, kapod a levegőt, le inkább nem érzed a levegőt, felét nem tudsz róla, hogy ott vagy, mert bekábítanak. Nem igaz, így fogalmazták meg hivatalosan, hogy nem voltam közreműködő. Hát utólag elmondták, hogy gyakorlatilag a maszkot le akartam szedni magamról, és akkor egy olyan állapotba hoznak téged, hogy hát nem nagyon tudsz mindenről. És akkor 4 napig voltam ilyen állapotban, és ekkor volt az, hogy amit említettél, hogy megmozdult a futótársadalom, amit úgy utólag tudtam én meg. Mert ugye én 4 napig azt se tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány, onnant egy picit már rémlik valami, és akkor onnantól jöttek a hírek, aztán letettek nagyon gyorsan, letettek a szubintenzívre, ez egy gyengébb fokozat, és akkor utána kerültem ugye az Ádi mellé, és akkor utána, ugye mi látásból ismertük egymást, de az Ádám nekem akkor egy, hát nem akarok túlozni, kapaszkodtam én egy szalmaszálba. És hogy végre van egy félig ismerős, és akkor befejezve a gondolatot, befejezem én is, hogy az a professzionális munka, az, amit én ott láttam, az ápolónőktől, a legalsótól, az orvosokig, hogy amilyen munkát végeznek, nem igazán tudok szavakat.
És ez minden osztályon. Én azt láttam, hogy ott ők a maximál, ha azt mondom a 10-es skálán, hogy 100, akkor semmit nem mondtam. És láttam az arcokat, amikor tragédia volt, láttam azt a srácot, akiről csak annyit tudtam, hogy emelkedik, és kinéztem a két rács között, és mozgott neki a tüdeje, és ennyit tudtam róla. És hálás vagyok azért, aki lemosdatott, mert iszonyatos jó volt, fogalmam sincs ki volt, óriási küzdelem volt. És volt egy pillanat, amikor valóban az volt, hogy az állapotom azt megkérdőjelezte, hogy gépre tesznek, vagy felvisznek a Honvéd kórházba, és akkor valamiért úgy döntött az orvosi tím, hála a jó Istennek, hogy adnak még valami pár napot, vagy valami, nem tudom, valami ott volt, ők leültek, megbeszélték, és akkor álltak a másnap reggel, már valami javult. És akkor tulajdonképpen, igen, ennyi. De én picit ilyen, mint a filmekben volt, hogy toltak ki a Covidról, és mindenki oda jött a folyosón, vagy a pultnak a túloldalán, mindenki oda jött. És akkor én így reflexből, mert ugye nem tudtam meghazudtolni magam, mutattam a rocker villát, és mondtam, hogy rock and roll gyerekek. És visszamondták. Képzeld el, hogy kórusba visszamondták, hogy rock and roll. Tehát ez egy olyan érzés volt, és akkor, tehát ez ilyen filmbeli, tudod, amiket látunk ilyen videón, hogy nekik ez egy óriási eredmény, hogy valaki kijött onnan, idézőve egészségesen tovább tudják tenni a másik osztályt. No, Ádám, hát te pedig ugye testközelből nézted végig Tamást, és hát ugye egymást próbáltátok, gondolom én, lelkesíteni. Nálad ugye ezen a március 6-ai hétvégén jött elő ez a betegség, és hát aztán mi is így bent a cégnél elég rendesen elkezdtünk szurkolni, érted, amikor meghallottuk, hogy kórházba kerültél te is tüdőgyulladással. Nálad hogy jöttek a tünetek? Nálam úgy volt, 10-én este egy zuhanyzás közben éreztem azt, hogy utóbb kiderült később, hogy a véroxigén szintem leesett, hogy az a kifulladás, hogy hirtelen elfáradsz, nálam fulladás ilyesmi nem volt, csak az, hogy olyan kifáradás, kifulladás. És akkor hívtuk is rögtön a mentőket, bevittek a sürgősségére, ott a szokásos protokoll, ugye vizsgálatok, röntgen, stb. Labor, minden. És nálam a gyors tesztek mind negatív eredményt mutattak, és ezért én először egy külön kórterembe kerültem, mert nem volt meg még az eredmény, hogy pozitív vagyok, vagy negatív. És előtte csináltak egy PCR-tesztet, és az lett utána pozitív, és akkor kerültem én abba a bizonyos 411-es kórterembe, egy ötágyas szobába több más betegtársammal együtt, és akkor ugye rögtön kapod az infúziókat, stb. Nálam is tüdőröngen, CT, nálam 25%-os volt a fertőzöttség a tüdőmben, úgyhogy azt kezelték villámgyorsan, és nagyon is hamar és gyorsan reagált a szervezetem, és viszonylag hamar javultak az eredményeim. És nálam az volt, hogy utána 4 nap után ráment a gyomromra a fertőzés, és végül is én azzal voltam benne egy kicsivel többet, hogy a gyomorba került a fertőzés, és amiatt kellett ugye teljes diétát, semmi étel, az utolsó 2 nap kaptam háztartási kekszet. Na, és körülbelül 4 napot voltam benne, amikor a mellettem lévő ágyon hazaengedték az urat, és este pedig egyszer csak mellén tolták a Tamást. Kaufer Tamás. És hát ott ugye mi rögtön megörültünk egymásnak, mert látásból ismertük egymást, jó pár forgatást csináltunk együtt, ugye MTV állélőt is csináltunk a Tamással, meg a Bregyó futópálya előtt, mikor átadták, akkor egy ilyen elemző riportot csináltunk a Tamással, hogy mégis milyen jó, meg ez az anyag, tehát ismertük egymást látásból. És hát én nagyon megörültem neki, mert meg hogy mondjam, hogy kölcsönösen segítettük egymást. Én amivel tudtam ugye, hogy hozd ide Ádám, ezt nem tudom elérni. Ilyenekben segítettem meg WC-re segítés és stb. Tehát ilyen fizikális dolgokban segítettem neki. Ő pedig a sztoriaival segített eltelni az időt. Tehát ez egy kölcsönös kapcsolat volt a részünkről, úgyhogy én nagyon örültem
Lehet amikor... mondani egyébként, hogy így barátság szövődött ebből? Lehet mondani, igen, lehet. Lehet. Na látjátok, minden rosszban van valami jó. Végül is te, Ádám, szerintem nagyjából egy napon szabadulhattatok, vagy te előbb jöttél ki egy nap? Nem, én előbb. Igen, én 22-én jöttem ki a kórházból, és hát a Tomi nagyjából egy hetet még rám húzott szerintem. Uh-huh. Igen. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy óriási volt nekem, hogy megtaláltam az Ádámot. Tehát, ahogy mondta neki is, ilyenkor az ember egy szalmaszálba is kapaszkodik, és akkor valahogy ő volt nekem a kezem, vagy én nem tudom. Én meg iszonyatosan feldobódva, hogy már jó helyen vagyok, hát ott elindult egy ilyen sztorizás, meg jópofaság, meg nagyon sokat vicceltünk és nevettünk, igen. Nagyon sokat számított, úgy gondolom, hogy talán az egész korteremnek, remélem. Igen, és ugye az a legfontosabb, hogy telt az idő sokkal, mert azért azt úgy kell, tehát azt tudni kell, hogy itt 4-5 fele jöttek a nővérkék, ott lázat mértek, vérnyomás, vért vettek, tehát, és az éjszaka baromi lassan telt. Tehát a kórteremben se tévé, se semmi, ugye nem hagyhattad el a kórtermet, ott kellett vécézned mindenféle formába, hadd ne mondjuk, hogy milyen körülmények voltak, tehát azt azért elviselni, az nem egy kellemes. És hát így voltunk közösen kapaszkodók egymásnak, hogy sokkal jobban telt az idő. No. Nagyon érdekes ez egyébként, mert ez ilyen, picit ilyen, én nagyon sok ilyen sportoló vagyok, tehát csapatban nagyon sokat mozogtam, de ezek a dolgok teszik nagyon erőssé, akár egy barátságot, akár élményeket, hogy az ember teljesen kiszolgáltatva, pelenkában, katéterrel, nem tudsz mozogni, és akkor van egy jobb kezed, ami nekem az Ádám volt. Ő szerintem azért is kapaszkodott belém, mert talán neki is így jobb volt, vagy múlt az idő, vagy adtam neki idézőjelbe egy programot, és akkor próbáltuk ezt valahogy kölcsönösen, nagyon-nagyon gyorsan megtaláltuk a hangot, és szerintem nagyon kevés ilyen van. És akkor ez mint hallani nagyon sok helyről, ilyen nehéz helyzetekben a humor, és szerintem a humor hozott ki bennünket bizonyos nagyon-nagyon nehéz helyzetekből, aztán ennyi. Na hát ebben is látszik, hogy pozitív emberek vagytok, pozitív hozzáállással. Tehát azért nyilván ez is segített, és hogy így meg tudtátok találni egymással a hangot. Beszéljünk egy picit arról, hogy kinek mit adott ez a dolog. Hát igazából azt tudjuk, hogy mindenkinek ez egy nagyon kellemetlen időszak volt, amíg átestettek rajta, de mint minden betegségnek, és hát reméljük, hogy ez csak egy ilyen átmenő, és többet nem lesz az életetekben, de hogy minden betegség tanít valamire, a mai időkben meg aztán végképp, hogy mi az, amiben most ez befolyásolja a jeleneteket, esetleg van-e olyan, amit már máshogy csináltok ennek következtében, és hogy a jövőre nézve egyébként milyen tanácsokkal tudtok mondjuk a nézőknek szolgálni. Egy pár mondatban mindenkitől ezt szeretném hallani itt a műsor vége felé. Kivel kezdjük? János, már régen beszéltél. Nagyon nehéz megszólalni, tehát hallgatva Kaufer Tamást és az Ádámot, tehát hogy végig az fogalmazódott meg bennem, hogy úristen, milyen szerencsés vagyok, és hogy a családtagjaim is, hogy nem volt ennyire súlyos, és hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy beszéljünk erről. És hogy úgy, ahogy az Ádám és a Tamás elmondta kendőzetlenül azt, hogy miket éltek át, hogy azok, akik kételkednek és nem hisznek abban, hogy igenis vigyázni kell, nem csak saját magadra, hanem a családtagjaidra, a környezetedre, és mindenkire, mert bizony nagyon-nagyon súlyos lehet ennek a vége, ezért tartom én nagyon fontosnak azt, hogy beszéljünk, és hogy az is tartottam jó ötletnek, hogy megkerestél, Szilvi, mert én amióta áttestem ezen, és hallom a szörnyű történeteket, én mindenkit próbálok meggyőzni arról, hogy igenis muszáj védekezni, igenis muszáj odafigyelni arra, hogy amennyiben lehet, ne kapja el ezt a vírust, és hát, hogyha akkor szerintem ide tartozik az is, hogy az oltás kérdése. Hogy szerintem nincs más megoldás, és hogy amit mondott a Tamás is, hogy bármit megadott volna az intenzív osztályon, csak hogy túlélje.
én azt gondolom, hogy nincs más túlélési esély, mint az, hogy muszáj beadatni az oltást. És azért azt még mondjuk el a nézőknek, hogy talán emiatt is, vagy amúgy is, te önkénteskedtél korábban is, és most pedig mentőzöl, és ugye innen oda szaladsz, önkéntesként segíted a mentőket. Ez a... Így van. Egyébként? Tessék, ezt nem értettem. Ez annak is a hatása? Tehát a betegséged hatása is? Biztos, hogy én már az első hullámban azonnal elkezdtem az idős gondozásban önkénteskedni. Itt az első hullámot ott töltöttem, a második és a harmadik hullám viszont ugye folyamatos, és december 1 óta vagyok az Országos Mentőszolgálatnál önkéntes munkatárs. Egyébként pont ezt fogalmaztam meg magamban, miután túlestem a betegségen, hogy szeretném valahogy megköszönni azt, hogy én túléltem ezt a dolgot, és nekem nem feltétlenül a mentőszolgálatnak kellett megköszönnöm, mert hál' Isten nem volt rá szükségem. Én a világnak, az életnek, az embereknek azt, hogy itt lehetek, és hogy amiben tudok, én szeretnék segíteni. Tamás, másik Tamás? Valóban nekem is, én azt mondanám, hogy inkább az egész járvány milyen hatással van rám, és szerintem az egész társadalomra. Az egyik legfontosabb az, hogy például Tamás példáján is látva, hogy hihetetlen összefogások jönnek létre. Tehát én meg voltam döbbenve azon, hogy egy Facebook csoportban, hogy milyen aggódás és milyen összefogás indult el csak a Tamás gyógyulása érdekében. Ez hátborzongató volt már jó értelemben. Tehát én is azt gondoltam, hogy hihetetlen, hogy az emberek képesek ilyen összefogásra, és idegen emberek kérdeznek arról, hogy van, mit tudni róla. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, jövőben is használható összefogás, amit nem szabad elfelejtenünk akkor sem, amikor már járvány nem lesz velünk. És ami nekem nagyon fontos az, hogy a szolidaritás az ott, nem ott kezdődik, hogy az Instagramon vagy Facebookon megosztunk hangzatos mondatokat, meg kirakunk ilyen cover fotókat, hanem ott kezdődik, amikor meglátjuk azt, hogy mi a fontos 10 millió embernek itt nálunk, és most Magyarországon, és most az a fontos, hogy túl legyünk ezen a nyavaján, és ahhoz pedig az kell, hogy mindenki figyelje a saját kis önös érdekeit, és ezeket az összeesküvés elméleteket, meg egyéb hitetlenségét hátrahagyva, akár legyőzve saját magát is, azon legyen, hogy akár oltással, akár bármilyen más segítségnyújtással túl legyünk ezen a járványon. Tehát én direkt mindenkitől azt szeretném kérni, hogy akár látva Tamás Ádám példáját, de akár családban, rokonoktól, aki ilyen helyzetbe került, vagy akár csak átesett rajta, és tényleg azt a két hetet akár szívesen is átélte, mesélj el minél több embernek, és mégis meg kell győzni azokat, akik ebben nem hisznek, mert számomra ez a dühítő, amikor ilyen hitetlen szavakat hallok, mert én is azt gondolom, hogy mi 10 millió ilyenkor kell összefogni, és igenis, hogyha nekünk félelmünk van egy oltással szemben, akkor azt viszont most le kell győznünk, mert csak úgy tudunk túl lenni, hogyha látjuk azt, hogyha a megfelelő átoltottság megtörténik. Tehát, hogy az igazi összefogás, meg az igazi társadalmi szolidaritás itt fog megmutatkozni, nem pedig ott mondom még egyszer, hogy ezt hangzatos szavakban elmondjuk. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez akár egy ilyen videó, vagy egy tévéadás, vagy egy cikk, amit láttam a Tamásról is megjelent, és nagyon tanulságos volt, ezek segítenek mindenkinek abban, hogy megértsék azt, hogy ez valójában itt van közöttünk, és nagyon-nagyon veszélyes lehet. Lehet, hogy éppen valaki nagyon könnyen egy nap alatt átesik, de lehet, hogy valaki éppen a lélegeztetőgépre fog kerülni, vagy akár két hétig szenvedés azon aggódik, hogy mi lesz a kisgyerekével. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és ezért kell most mindenkinek együtt tenni. Ádám, te egyébként, ahogy én elnéztem, te elég elővigyázatos voltál, láttam rajtad, maszkot hordtál, fertőtlenítettél, és a többi, ha jól tudom, egyébként a te családod is talán majdnem mindenki benne volt. Mi az, amit tovább viszel ebből? Hát a legfontosabb, hogy mindenki nagyon komolyan vegye ezt a betegséget. Tehát, hogy akik nem hordják a maszkot sem, meg könnyelműen, cinikusan viseltetnek a betegséggel szembe, azoknak azt tudom javasolni, hogy igenis vegyék komolyan, és tényleg mindent tegyenek meg, hogy elkerüljék. Ez a legfontosabb. És hogy ne várjanak. Tehát, hogyha valaki lázas, akkor ne várjon hetekig otthon, hanem minél előbb menjen be a kórházba. Az oltás az egyébként hogy állnálatok a család? Nekünk most küldött a házi orvosunk egy e-mailt, hogy jöttek vakcinák, és hogy
Föliratkoztunk a feleségemmel, és hogy talán napokon belül megkapjuk a vakcinát. Ez egy jó hír. Igen. Jó. Tamás, nálad, hát nagyon sokat hallottunk arról, hogy mi mindenre tanított. Mi az, amit tudnál a nézőknek üzenni, hogyan álljanak ehhez a dologhoz? Alázattal. Alázattal és nagyon odafigyelve, és szerintem most már nincs olyan család a környezetünkben, akit bármilyen módon a COVID vagy munkahely, vagy betegség, vagy ennél rosszabb érintett volna. Én azt gondolom, hogy fegyelem nagyon-nagyon fontos. Én lementem oda az aljára, és akkor megint hála az egészségügynek, amit nem gondoltam, hogy ennyire ilyen van, kijöttem. Nekem az első mindig a köszönet azok felé, akik ezt segítettek, hogy itt lehessek. Személyesen már az étrendemen nagyon komolyan tudtam változtatni, tehát egy picit szabályossá tettem, mert én ez a tragikus étkező voltam, hogy délig nem eszem, egy kávé elég, aztán este meg, amikor hazamentem, akkor a hűtőszekrény ajtaja. Ezt most próbálom ugye sok minden okból, az, ami most személyesen, hogy tehát már én úgy gondolom, hogy próbálom ezt betartani. Ez, ami ebben a pillanatban már ennek a hatása. Hát aztán a belső hatásai, azokat nem igazán lehet elmondani. Én annyit tudnék mondani, hogy az oltásról beszélgettünk, hogy a félkaromat adtam volna, hogyha egy oltással elkerülöm azt, ami volt, és meggyőződésem, hogy itt ezt mindenki el fogja kapni. Itt két variáció van. Az egyik variáció, hogy oltás nélkül kapod meg a COVID-ot, vagy oltással kapod meg a COVID-ot. Nincs esélye. Nem mindegy a lefolyása, ugye? Nincs esélye senkinek. Bizonyos időszakokra ez még most lehet, hogy amit az Ádi is mond, hogy most nagyon vigyázzunk, mert jövő héten megkapom az oltást, vagy nagyon vigyázzunk, mert valószínűleg egy hónap múlva megkapom az oltást, de itt illúziói ne legyenek senkinek. De nagyon sokat hallottam ott bent, meg azóta azért az ember másképp áll ehhez, nincs esélye. Szeptemberben kapod meg, vagy januárban kapod meg, meg fogod kapni. Az oltás az egyetlen. És nagyon-nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy amikor ezeket átgondoljuk, és most már van a környezetünkben ilyen, és én is egyébként azon kívül, hogy megkaptam, és ez most én, hogy védett vagyok, valami, én fel fogom venni a házi orvossal a kapcsolatot, és igenis meg fogom kérdezni azt a pillanatot, hogy én mikor mehetek. És boldog leszek, hogyha megkapom az oltásomat is. Köszönöm szépen, akkor legyen ez egy végszó. Én boldog vagyok, hogy itt voltatok, és beszélgethettünk, és tényleg nagyon sokat szurkoltunk nektek azoknak, akikről tudtuk, hogy betegek. Ti meg jól eltitkoltátok, még Jani annak idején nem is tudtunk róla, aztán egy karácsonyi műsorban beszéltünk. Hát Tamásról meg hallottuk, de nyilván nem volt olyan nagy fenék kerítve köré. Minden esetre örülök, hogy egészségesen itt ültök és beszélgethettünk, és azt kívánom, hogy sokszor találkozzunk még, akár így, vagy munkátok során, vagy akárhogyan személyesen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És köszönjük. Sziasztok. Köszönjük. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!